És ahogy már ígértem, itt van velem a stúdióban Rock Milady, Noémi gitáros, énekes. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Hát 27 éves vagy, bocsánat, hogy ezt így elmondom, de hát borzasztóan fiatal vagy. Hogy jött az ötlete annak, vagy hogy jött a gondolat, hogy gitároz? Ez nem saját ötlet volt, igazából a szüleim indítatására kezdtem el zenélni. Ők kérdezték meg gyerekkoromban, hogy nem szeretnék-e hangszeren tanulni, és akkor kitaláltuk, hogy elkezdek gitározni. Először akusztikus gitáron kezdtem el tanulni, és hát utána nem sokkal később, egy másfél-két év után pedig elektromos gitárra áttértem. Ott megtanultam az akkori gitártanárommal az Igloo Hotel California című dalát, és nagyon hosszú gitárszólót a végén, és igazából mire ennek a dalnak a végére értünk, akkor döntöttem el, hogy én ezt egy életen át szeretném csinálni. Az a helyzet, hogy az ember gitárosra vagy elektronikus gitárra gondol, és mondjuk egy rock együttesre, akkor általában mindig férfiakat képzel oda, azért így a női gitárosok, mint olyan, hát azért az kevesebb van így a zenész szakmában. Hogyan fogad téged a közönség? Én azt vettem észre, hogy nagyon nyitott rám a közönség, nyitott a dalaimra a közönség, illetve most már megalapítottam az együttesemet is. Ez egy nagyon régi álmom volt, és idén most már az együttesemmel koncerteztünk, illetve koncertezünk. A nevet azt nem bonyolítottam nagyon túl, az Rock Milady Band lett, és szerintem nagyon jó összhang van köztünk. Egyébként a zenekarban nem csak lányok vagyunk, viszont egy lány tagja is van a zenekarnak, ugyanis a húgom, Bass Sister, pedig nevéből adódóan basszusgitáron játszik. Elképesztő, ugye énekelsz, és azt lehet tudni, sőt, azt is lehet tudni, hogy a YouTube csatornádat több mint 38 millióan tekintették meg, és a feliratkozók száma az 152 ezer, és a rajongóid 90%-a az gyakorlatilag külföldi, azért ez egy egészen elképesztő szám. Igen, nagyon sok külföldi rajongom van. Ez is például annak az oka, hogy bár főleg angol nyelven, főleg magyar nyelven énekelek, és magyar nyelven írom a dalaimat, van olyan dal, ami angol nyelven íródott, illetve nyilván van egy-két káverem is, ami pedig angol nyelvű. Nyilván szeretnék egy kicsit nekik is kedvezni, ugyanakkor azt érzem, hogy itt Magyarországon mindenképp magyar nyelven szeretnék énekelni, mivel egyrészt a magyar nyelvet nagyon kifejezőnek és nagyon színesnek tartom, másrészt pedig szeretném a magyar közönséget megtisztelni azzal, hogy magyar nyelven éneklek neki. De jól érzem, hogy azért itt már van felelősség, amikor ilyen sokan megnézik a számaidat és követik gyakorlatilag a zenei életedet, hogy itt már azért nem mindegy, hogy az ember milyen dalokkal rukkol elő. Igen, és igazából a dalokat én írom. Sok dal az saját személyes élményből inspirálódik, és remélem, hogy minél több emberhez eljutnak. Még egy picit mesélj, még van egy-két percünk arról, hogy milyen terveid vannak Magyarországon, aki szeretne hallani, hogyha már itt együttesről beszélünk, milyen koncerten hallhat téged, illetve van-e valami nagy célkitűzés a 2024-es évre? Tervben van, hogy nekem van egy gitárinspirációs feldolgozásom, a Leonard Cohen Halleluja című dalát dolgoztam fel még egy jó pár éve, amit most már több mint 14 millióan megnéztek, és most arra gondoltam, hogy most egy Beatles dalt szeretnék hasonló módon feldolgozni. Nagy tervem, hogy ha minden jól alakul, akkor a Beatles tiszteletére Liverpoolba forgatnánk hozzá klipet. Nyilván ez rengeteg előkészületet igényel, de ez lenne az egyik célkitűzésem. Még ami most nagy munkálatom az az, hogy egy nagy gitárcéggel egy marketing együttműködést kezdtem el, és kaptam tőlük egy gitárt. Most augusztus 19-én Győrbe fogok fellépni, úgyhogy ott már ezzel az új gitárral fogok játszani. És mellettem egyébként a húgom is kapott egy gitárt ettől a gitárcégtől, és valószínűleg most már ő is ezen fog játszani a fellépésem. Hát akkor így a végére csak azt tudnám mondani, hogy hajrá és rock and roll, és nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk az újdonságaidat, az új dalaidat, és még több feliratkozót kívánok. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.